Szóval srácok itt vagyunk a hét utolsó napján, a hét utolsó videójában, hiszen ugye tudjátok hétfőn nem szokott lenni, de mindig kettőtől folytatjuk. Itt vagyunk a FIFA 365 album lezáróban, széria lezáróban, minden lezáróban. És srácok, amint elfeltöttünk az asztalra, nem lesz fészkem, hiszen tudjátok itt a sorokban kitakar egy kis rész, és akkor az albumból is kitakarna. Szóval most itt a videó elején találkoztok a fészkem, illetve majd a videó végén fogtok találkozni vele. Úgyhogy váltsunk át az asztalra, és láthatjátok, hogy itt van az album, illetve a Rising Star Box, hiszen ez is a FIFA 365-höz tartozik, egy kis kiegészítő. És azért van itt ez a doboz, mert én ebben tárolom a kártyákat. Először bepakoltam az albumot, majd láthatjátok is, hogy miért vettem ki, mert nem fér bele. Egyszerűen két lapot még betettem egy másik két laphoz, de utána még gyűjtegettem limitáltakat, mert videón kívül is bontottam már így a vége felé, hogy minél több limitált legyen, mert tényleg nem szerettem volna ilyen repetitív videókat, hogy mindegyik ugyanaz. Mondják, hogy az albumot próbált befejezni, hiszen egyetlen egy kártya, vagy ilyen kettő kártya hiányzott még egy időben. Bontogattam meg különböző egy-két ilyen eBay-es licitnél, vagy licitnél ilyen kártyánál csaptam le limitáltra, úgyhogy így kibővült 62-re, ami sima limitáltat illeti, emellé jön még a premium limitált, illetve a Na de itt van ez a Rising Star doboz. Ugye erről volt egy egész bemutató a csatornán, azért most gyorsan még végig lapozzuk, hiszen itt vannak a kártyák, és tényleg kár, hogy jó lenne, mert amúgy alapból van gerinces album a FIFA 3 ből és jó lenne a Magyarországon is árulnák, mert akkor beleférne a Rising Star set is. Na de szépen sorba van helyezve, gyorsan végig pörgetjük, tényleg így most nem fogunk megállni mindenkinél, hiszen van erről egy videó, még decemberben készül, talán nyugodtan nézzétek meg, hiszen azért elég király kis dobozról van szó, így itt feltörekvő játékosok szerepelnek rajta, van benne Mol Fehérváros is, Funsó, ha jól emlékszem, egy elég király kis dobozról van szó, és ez is vannak limitáltak, vannak topmasterek, Invincible is van hozzá, úgyhogy teljesen királyjel is érkeztünk a topmasterekhez, nagyon-nagyon, a design az elképesztő szépen él a Rising Star doboznál, nagyon-nagyon király. Tényleg, nagyon szuper, és itt vannak ugye limitáltak digitális aláírással. Félix, Ánszufati, Havertz, Sancho, illetve Gravenberga. legvégén. Úgyhogy tényleg, srác, csak végigpörgettem. Erről van külön videó, azt nézzétek meg, ha érdekel titeket, hogy mégis milyenek a kártyák, így nem csak átpörgetve, hanem így szépen nem megnézve, megvizsgálva. Tegyük vissza a kis dobozba, a helyébe rátesszük ezt a kis védőt és ide jön ez a kis könyvecske is, meg itt van még ez, ami igazából összefogt ezt is megtartottam, nem tudom miért, úgyhogy ezt a dobozt félretesszük. és nyissuk ki az albumot, mindenek előtt, ugye itt vannak a rare de vannak itt XXL limitáltak is, amiket sikerült kinyitni. Van nekünk Ansufati, Bellingham, Phil Foden, Neymar, utána egy Ibra, itt kettőt összefogtam, van köztem még egy Tadic, van itt egy Madueke a PSV-ből, illetve egy Lewandowski még a Bayern-ből. Nagyon sok sokfajta XXL invitányát van, nekem ennyi sikerült kigyűjteni, igazából nem is tervezek többet. Nekem ez így tökéletes igazából, úgyhogy... És kérdezte valaki, hogy ezeket hol tárolom, hát srácok én itt. Ugye most nem készült külön ö, ö, tartó hozzá, mint a Kick-Off-nál, úgyhogy én ezeket az album belsébe teszem, hogy az Update Editionnél is volt, és azért ezt a borítót visszacsúsztatom, meg hát megigazítom, mert nem így álltak ezek itt. Sőt, igazából Albumborító, te szépen menjél vissza oda, ahol kell. Úgy, és akkor ezeket most így teszem, mert így sokkal könnyebb elrakni őket. Na, úgy, 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 valamennyire szépen megigazítva. Na de itt van a Rare, elképesztő durván néznek ki a Top meg az Invincible is. Egyetlen egy bajom van velük, nagyon gyakori az Invincible. 50 csomagonként lehet nyitni elméletben, srácok, nagyon gyakori, higgyétek el nekem. LKB egy értéket vesztette. Miközben egy Ronaldot meg alig lehet kinyitni, vagy egy csót, Szóval így remélem a Panini ezt kiavítja, mert ugyan, ugyanott meg ott van a Rottu, Katar széria, ott van a Premier League széria, ott van a széria, a spanyolról még nem tudom, mert nem bontottam, ott meg nagyon ritka, alapból a Real is, de az Invincible még ritkább, valamiért a FIFA 365 65-nél az egyik leggyakoribb Real lett. Elképesztő. Gyakrabban lehet nyitni, mondtam én egy Kevin De Bruyne-t, aki szintén elég sokszor jön, de itt vannak a rerek, a dizájn az elképesztő szépen néz ki, úgyhogy örülök, hogy mindegyike sikerült összegyűjteni. Utána jönnek a csapatok, szerencsére most nem úgy csinálták, mint tavaly, hogy egy logó, két fans favorit, és így sorban, tehát az elképesztő rondán nézett ki szerintem, főleg, hogy a hogy ugye pozíció szerint csoportosították, ez így sokkal baráti Minden csapat kapott egy logót, illetve 8 kárnyát, ahogy a kick-offnál is volt. Boca Juniors, Palmeiras ugye, utána Chelsea, Liverpool, szépen haladunk át az angol csapatokra, és City United-del zárul az angol rész igazából, tehát itt teljesen jó tényleg az elosztás, és annyi, hogy még a logó talán valamilyen csillogás kaphatott volna, mert ugye semmilyen csillogása nincsen, csak egy alakkártya, de ez már csak az én véleményem. Utána jönnek a spanyol csapatok Atletico Madriddal, Barcelonával, hogy az igazolásokról azért ne ejtsünk szót, hiszen akár Bér Ramos van csak jó helyem, ugye messzi itt még Barcelona mezben van, utána a Real Madrid, illetve a Lyon a PSG mellett, ugye két francia csapat van benne, ez is érdekes, hogy a Lyon bekerült, utána jön a PSG, ugye hát nem Donnarumma, meg Ramos is igazából PSG-ben van, de akkor is ugye, hát értitek, hogy mire akarok kiukadni. Utána Bayern München, és tovább lapozunk a Dortmund, aztán Olimpiákosz, amit totál nem értek, hogy a Magyarországon kapható szériában miért van itt. Ezt pont beszéltük, hogy berakhattak volna más csapatot is. Ugye Dortmund olimpiákhoz tovább lapozunk a Fehérvár, ami nagyon-nagyon király, van benne a magyar csapat, ugye nyomtunk jó pár Fehérvár mérkőzést is itt a csatornán, utána Inter, Juventus, a Milán, az Ajax és a Shakhtar. Igazából téméteket csak átlapozzuk, mert tényleg igazából már nagyon sokat láttuk őket, úgyhogy csak egy ilyen album bemutató, hogy átlapozgatjuk, hogy mindenhol száz százalék, sehol nem hiányzik egy kártya se. Utána a fans favorite -ek. na itt azért jó sokáig kiányzott pár kártya. Azt hiszem Tiago Silva volt pont az egyik, akit nagyon nehezen tudtam kinyitni, de összejött az egész, nagyon-nagyon jól néznek ki tényleg. Nézd, ugye poszt szerint van a kártya hátterének a színe, úgyhogy nagyon szépen néznek ki, és ugyanúgy haladunk, hogy ugye vannak az albumban a kártyák, a csapatok. Továbblapozunk, tovább lapozunk, ugye folytatódik ez a szinkavalkád, itt érkezünk el az első támadó fans ugye Gnabryhoz, és van még egy olimpiákoszos, ugyanúgy van. Fehérvári játékos, kettő is ugye, ami szintén nagyon király, igazából mindegyik csapat kettő kártyát kapott. Ha tovább megyünk, ugye itt fejeződik be, a Sáktárral van még itt egy Interes, Juventus, Milán, Ajax és ugye a Sáktár játékosok. Utána jönnek a Titan kártyák, vagyis a Power típusok, csak ugye a védők, mint a Defensive Rock volt kb. a Kickoff-ban. Itt is nagyon-nagyon király. Azt hiszem, hogy itt Megwire volt talán nem emlékszem az a baj srácok, mert így tényleg csak nagyon kevés hiányzott, utána folytatódik még a titan tart egészen ideig, hiszen maradunk a power de a Magician kártyák jönnek, tehát a középpályásokra váltunk majd át. Itt is van egy Fejérvári Musztrió, ugye? Ahogy mindegyik csapat kapott legalább egy ilyen kártyát. Ha jó, azért a Juventus PSG, a nagyon csapatok azért kaptak kettőt is. Magician kártyák ugyanúgy indulnak, ahogy a csapatok szerint van ugye az album eleje. Itt is van ugye Fehérvári, méghozzá funsó. Nagyon-nagyon jól néznek itt. Meg is nekem jobban tetszik amúgy, mint a Titan. Valamiért is sokkal jobban néz ki, szerintem legalábbis. És itt Royce. Royce kb. múlt héten jött össze alig, nem egyet sem nyitottam, úgy sikerült beszereznem, nagyon-nagyon nehéz volt kinyitni tényleg, tehát így, sőt, ugye ki se tudtam nyitni, nagyon durva, hogy ez vannak ilyen sima kártyák is, amiket el, elkér... tehát lehetetlen kábé kinyitni, aztán más meg ugye nyit belőle, ötöt én meg egyet sem, tehát ilyen is van. Szóval is Magician itt ér véget, utána a Dominatorrel folytatjuk, ezek alap típusok is nagyon-nagyon jól néznek ki, láthatjátok, hogy Messi ugye itt is van kártya, ugyanúgy ugyan a Tényleg nagyon-nagyon. Itt a csillogós dizájn azért nekem nagyon-nagyon tetszik, és van ugye nekünk egy Nikolis is a fehérvárból. Utána a Game Changer-ök. Game changer meglettek kb. két hét alatt. Gold lapok, az ember, nagyon ritka? Nem. Nagyon gyakoriak. Legalábbis én az összeset kinyitottam. Olyan, mint a Signature Style-a, mert csatakban arra is az ember ugye, a digitális alájét kártyákról, hogy nagyon-nagyon ritkák, de hogy is ritkák, nagyon könnyen össze lehet gyűjteni őket, és ugye 18 Game Changer van, legalább nem csúszik el ugye az album. Még szebb lenne, ha így egymás mellett lenne, de így is nagyon-nagyon király. És ennek az International Star kártyák az egyik oka, miért nem jelent meg Magyarországon a Rottu Katar széria, amik ugye bontunk az a narancsárga szérét a csatornán, hiszen ebben a FIFA 365-ben, ha itt az elején is megnézitek, vannak preview lapok, ezért ugye ugyanúgy van a matrica is, matricás albumban. Argentína van benne, nagyon-nagyon hamar összejöttek az argentinok, utána jönnek a belgák, braziloknál neymar hónapokig nem sikerült kinyitni, az utóbbi két hétben meg vagy kettő ármat is nyitottam, szerencsére ő is meglett. A brazilok, ugye belgák, brazilok, a tovább vannak itt angolok, franciák, nagyon-nagyon kire, hogy azért ilyen kártyák is kerültek bele, illetve itt vannak még az olaszok immobilével bezárólag, úgyhogy ez az alapszérja, ugye 378 kártyát lehetett kigyűjteni, tavaly azt hiszem valami 400 volt, ha jól emlékszem, de így is nagyon durván sok oldalt foglal el. Utána jönnek a prémium limitáltak, vagyis a limitáltak, amik elfektetett dizájn kaptak, nekem az álló dizájn jobban bejött a kickoffnál igazából. Ugye tegnap előtt pénteken sikerült kinyitni az utolsó hiányzómat, a messzi limitált kártyáját, úgyhogy itt összejött minden 8 ide, meg betettem egy ilyen coin lapot, ugye De Gea, Mani, Ibra, Lukaku, Jorginho, Suárez, Neymar és Messi kapott prémium limitált kártyát ebben a szériában. Tovább megyünk, szokásos Debrecen fehérvári csapat ugye benne van. Debrecenből elég sokat sikerült kinyitni, a nagy részét tényleg videóban nyitottuk ezeken, ezeknek a limitáltaknak, de jó párat nyitottam én videón kívül is, hogy minél hamarabb tele legyen az abban, mert tényleg ne legyenek repetitívek a videók. Debrecenből azért jó sokat sikerült kinyitni, szám szerint 11-et, ugye itt van 9, itt még 2, utána jön a Fehérvár, kicsi sajnálom, hogy elcsúszott, mert az eredeti terv az volt, hogy 9-9, aztán megállok, de nem tudtam megállni. Szóval itt van a Fehérvárnak 7 lapja, és itt van még 5, tehát ebből meg 12-t egyel többet sikerült kinyitni, mint a Debrecenből. A Debrecen továbbra se értem, hogy mégis hogy kapott limitáltat, hát főleg, hogy tavaly még ugye MB2 csapatként is volt limitált kártyája. Utána jönnek a külföldi csapat limitelt kártyái. Boka Juniors a most nem nyitottam. Egyáltalán létezik, mert ti láttatok? Srácok, írjátok meg kommentben, mert én még egyet sem láttam. Viszont a limitelt agat úgy rendeztem be, ahogy jönnek a csapatok az albumban, tehát kezdődik a Chelsea-vel, védővel, középpályással és támadóval erre is igyekeztem odafigyelni. Chelsea-ből négyet sikerült kinyitni, beszerezni. Utána jön a Liverpool hárommal, és nézzétek meg a City-ből, hatot sikerült kinyitni, abból a hatból öt középpályás. Ugye még grill is az adventi kalendáriumból lehetett kinyitni, nagyon-nagyon király, de ugye alapból azt hiszem, mert benne vannak az XXL blisterekben is a frissített igazolásos, limitáltak, viszont ez a City hatkártya kártya egy egymás mellett nagyon durván jól néz ki. Ha tovább lapozunk, jön a United, ugye Ronaldoval, Sanchoval, Van de Beekkel, illetve Freddel, Atletico Madridból egyet sikerült kinyitni, Rodrigo de Paul utána van egy egyetlen egy barszes Aguero, egyetlen egy reálos Alaba, illetve egy lionos ö, középpályás is. Utána PSG-ből Wijnaldum, illetve Messi van meg, ha tovább megyünk, Bayern, Upamecano, Lewandowski, Dortmundból is kettő van, szintén Münier, Hazardal, a Juventusból is kettő van, Deliktel, Danilova, és a Milánból is kettő van, Kierrel és Kessiével. hogy érdekes sor sorminta alakult itt ki. Lapozzunk is tovább. Igen, itt még van egy Ibra, Miránból szólott Miránból lényegében három van, de a Sáktárból újra kettő található meg. Ajaxból egyes sikerült, Haller, van nekünk egy Götze, PSV, egy Páokos, oké, okay. Páokos limitált, nem értem, hogy mit keres itt, és illetve kettő ilyen international star, Szesnyi, illetve Lewandowski, illetve a 350, Koinos kódlap, és itt van a három Premium Gold Limitált, ugye Foden, Benzema és Holland. És igazából itt a végén láthatjátok, itt vannak a stratégia kártyák, és én ide terveztem betenni, el, be is raktam, és kettő Rising Star kártya került még ide, de ó, nyitottam a Limitált, akkor ugye szorultak ki, és nem elég, tehát van még itt egy kettő lap, ami ugye üres beleférő 36 kártya, illetve itt van még ez, és totál nem elég, hiszen 65 kártyás a Rising Star set. Ide betettem az ellenőrző listát, hogy lássam sorban, hogy kell haladni, és meg sikerült kinyitni az összes ilyen bónusz kártyát, ugye ezekben mini fémdobozokból lehet nyitni, Ezekben is csináltam több videót, hiszen azt hiszem már, vagy kettő-három mini videó is volt a csatornán, és nem akartam még egy harmadik, negyediket is, viszont itt van az összes bónusz stratégia kártya, itt ér ugye a véget, és jönnek a stadion kártyák, nagyon-nagyon ötletesek, nagyon-nagyon királyak, még szebb lenne a csapat, igazi stadionja lenne ott meg hogy volna egy kis csillogást szerintem. Szóval a stadionkártyák, illetve itt folytatódik, és a legvége, a minden filmdobozban garantált penáltikát, tehát ebből a büntető sárga, meg piroslapos kártyából Dunát lehet rekeszteni kb, hogy minden filmdobozban, mini filmdobozban megtalálható. Úgyhogy srácok, ez lett volna, itt van amúgy a Molférvár stadionkártya, úgyhogy srácok, ez lett volna ez a FIFA 365 110%-os album bemutató örülök, hogy sikerült kigyűjteni. Nagy nehezen ugye pénteken egy utolsó Premium Limitáltal. Írjátok le kommentben, hogy nektek hogy áll az album, ti hogy álltok vele, mennyi kártya hiányzik még esetleg. És a srácok, lezártuk a szériát, fél éven át bontottuk, nagyon-nagyon sok, több mint 40, közel 50 videó készült a FIFA 3 ből szóval tényleg azért heti 1, 2, 3, sőt az elején kb. szerintem heti 4, olyan is volt, hogy heti 4 is volt bontottunk egy egész displayt, amit nagyon szépen köszönök srácok, mert több mint 30 ezeren néztétek meg. Tényleg nagyon hálás vagyok, hogy ennyire tetszik nektek az a videó. De srácok, kedden találkozunk egy következő videóval. És ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot like és iratkozzatok fel a csatornára. Még nem tettétek meg, kedden találkozunk, addig is legyetek jó. sziasztok!